Na sziasztok srácok, akkor folytassuk a Resident Evil 4 végigjátszását. Ez már a harmadik rész. Ugye az előző részben megszereztük ehhez a templomhoz, vagy én nem tudom, ez még nem a templom tulajdonképpen, de az első faluban volt egy zárt ajtó, ahhoz megtaláltuk egy kis házikóban a kulcsot, hogy el kellett ide visszajönni, kinyitni az ajtót, bejönni. Itt volt egy mentés, elmentettük a játékot ugye a videónak a végén, és ugye ide benéztem, hogy itt az ajtó mögött mi van, itt volt egy hordó, és a következő irány az arra lefelé fog vezetni. Hát általában, hogyha a pincébe meg ilyen helyekre megyünk, azok általában nem szoktak jó helyek lenni, viszont ezt a lámpát itt le lehet lőni, és akkor van, amikor adnak tárgyakat. Nem mindig, de van, amikor adnak, és ez adott nekem egy drága követ. Akkor ezt kinyitjuk, és akkor lemegyünk a... fogalmam sincs, hogy hova. Ilyen csatorna, vagy én nem tudom, milyen barlangrendszer ez. Itt van egy gyertya. Nem. Itt is van egy gyertya, itt sincs semmi. Szét kell nézni. Na, hogy ide lerakjanak nekünk valamilyen tárgyakat. Várjál, egy picit ezt közelebb húzom, mert úgy érzem, hogy messzi van. Itt van egy láda. Van benne shotgun lőszer. Én ezt még nem lőném szét, mert nem tudom, hogy itt jönnek-e majd emberkék. Mert hogyha jönnek emberek, megtámadnak, akkor egy lövéssel fel tudnám mindegy gyújtani. Szevasz, haver! De jó, hogy találkoztunk. Igen, tudom, nincs elfelejtve, 10 darab. Na jó, akkor eladjuk. Van itt egy ilyen rubin 10 000-ért. Meg ilyen spinel. Ezeket a spineleket mindig eladjuk. Megnézem, hogy ezt a piros rubint be lehet-e rakni a korsóba. Mert hogyha be lehet rakni, nem lehet berakni, akkor ezt a rubint el kéne adni. Vagy várjál csak, ha korsóban nem, ebben nem lehet belerakni. Nem. Jó, akkor a rubint eladjuk. Welcome! Na jól van. Akkor eladjuk a piros rubintot. Így van. És akkor megnézzük, hogy mit tudunk venni. Először is kell nekem first aid. Oké. Tudok venni még egyet, az is kell. Minél több legyen nálunk, annál jobb. Többet már nem tudunk venni. Ez nem kell. Megnézzük akkor a fegyverfejlesztéseket. Pisztolynál a kapacitást tudjuk növelni. A shotgunnak a firepowerjét. Fontos. Meg mondjuk a kapacitást is így. Jó. Most viszont akkor én arra gondoltam, mivel itt nincsen senki, csak egy barátságos kis kereskedő, akkor ezt itt szétlövöm. Hát, ha dob valami tárgyat, illetve ha már ide visszajöttem, megláttam, hogy ott van fent egy kavics. Illetve valamilyen ékszer. Meg ott fent is van. Ez a kavics. Azért jó, hogy így el vannak rejtve ezek a tárgyak. Így észre se lehetne venni. Tehát nagyon durván szét kell nézni. Jó, egyelőre úgy néz ki, hogy itt nincsen semmi más. Na jól van. Akkor, ezzel a kereskedővel itt az előbb már ugye tárgyaltunk. Azt újra tárazzuk. És akkor bekopogunk igényesen. És akkor itt felmászunk a Das létrán. Aha. Aha, jó. Hol vagyunk? Mert megint kijöttünk valahova az erdőbe. Itt a templom. Jó, megvan a templom. Ugye az volt az elsődleges feladatunk, hogy keressük meg a templomot, illetve ugye itt a templomkertben, itt a temetőben vannak ugye még medálok. Valaki viszont észrevett. Honnan? Aha, ott mocorog. Jól van, látom már a banyát. Gyere! Hajj meg! Csott. Jó, téged felszeletelünk, mint egy sonkát. Megfordulunk. Hova szaladsz ennyire? Na jó, hát ez egész jó kör volt. Na jól van, akkor megpróbáljuk ezeket a medálokat szétlőni.
egyszer, megvan 8 a 15-ből. És 10-nél fogunk kapni valami ajándékot a kereskedőtől. Hallott, találd már el. Jó, eddig megvan 9, ha jól láttam. Várj, itt a fán is van egy. Megvan 10. Az nem baj, mert akkor most a kereskedő adni fog nekünk majd valami kis meglepetést. Ott van egy parasztbácsi. Aha. Ez így ajándék volt, így megölt mindenkit a környéken. Jó. Na szóval. Sanszos, hogy ebből hiányzik valami. Nem nyílik. Bla bla bla. Igen, onnan hiányzik valami. Ah, igen, zárva az ajtó, nem tudok bemenni. És itt számon kér, hogy megtanítottak az akadémián minket zárat törni. Hogy miért nem? Mert csak. De az a lényeg, hogy valahogy be kell oda jutni minden áron. Itt semmi nincs a fán. Ott van még egy medál. Hoppá. Oké, megvan 11. Még valahol van szétszórva 4 darab. Na, ezt az ajtót lehet nyitni? Nem, ez a másik oldalról van eltorlaszolva, úgyhogy ezt egyelőre nem fogjuk nyitni. Hülye gyerek. És az, hogy ott feküdt a földön, már nem adja be a sérülést? Hát ez hülye. Ugyanúgy meg kellett volna hallod attól, hogy fekszel a földön. Persze, ne adjál semmit. Na most. Három család szimbóluma. Kell ez a Z, az M betű, meg az a buta U. Erre emlékszem. Meg arra is emlékszem, hogy ha kiveszem a követ, akkor ránk zárul a kapu. És valamit be kell rakni a helyére. Van olyan, amit be tudnék rakni? Nem. Úgyhogy én ezzel egyelőre most még nem foglalkozom. Hanem akkor menjünk inkább tovább. És majd visszafelé. El kell jönnöm erre. Újra tárazunk. Mert az a egy golyó az fontos. Jó, menjünk közelebb. Mert úgy látszik, hogy Leonnak nagyon remeg a keze. Na. Itt van valami dokumentum. Jó. És az első kígyós láda megvan. És adott nekem csirketojást. Nem tudom, hogy milyen kígyó az, amelyik csirketojást teszik. Nem vagyok otthon ilyen dolgokban. No, várj, ott lent is van egy. Azt is megpróbálom szétlőni. Na. Aha. Aha. Jó. Na, még van valahol kettő. Viszont úgy látom, hogy itt a túloldalt már várnak rám, úgyhogy megyek és akkor üdvözlöm őket. Légy üdvözölve! Na jól van. Ezzel megvolnánk. Adsz valamit, vagy nem adsz? Szart se adott. Aha. Hol vagyunk? Igen, ez üres volt. Akkor menjünk tovább. Dark Souls tapasztalatok, gyerekek! Nagy üres plac, egyenlő boss harc. Ugye? Ugye? Jó. Valaki nagyon morog. Ott valami felcsillant, úgyhogy az kell nekem.
Spinel. Ott semmi. Jó. Itt van egy kapuszerű valami. De még ezeket a kisviskókat megnézném. Mert tudja, hogy vannak benne fontos tárgyak. Ebbe pont semmi. És ebben meg már voltam, ugye? Igen, ebben meg már voltam. Akkor eljövünk a utolsóba. Itt van lőszer. Tökéletes. És akkor most jön az a rész, amikor tovább kell menni... merre? Ezt felvesszük, ezt is felvesszük. És merre megyünk tovább? Várjál, térkép. Arra kell majd tovább menni. Ez a nagy cuccit, ez a tó. Úgyhogy annak csak örülni tudok, de először elnézünk ide, mert itt van fontos dolog. Ugorj le. Először is itt van lőszer. Illetve itt lehet menteni. Meg itt van egy kereskedő. Mindjárt megnézzük, hogy mi az, amit tud nekem adni. Térképet a kincsekhez. Ó, meg egy másik pisztoly, és ráadásul ingyen adja. Csak az a baj, hogy ennek sokkal kisebb a sebzése, főleg mert 9 millis. Hát nem vagyok veled kisegítő, már ne haragudj. Viszont, hogyha tudok venni tőled first aidet, akkor az kéne, de nem tudok. Jó. Menteni most még nem mentek. Erre nem tudok elmenni még, majd erről fogunk jönni később. De ezt majd akkor. Akkor menjünk ide vissza. Szóval akkor a csávótól kaptunk egy 9 millis pisztolyt, amivel kitörölhetem a hátsó felemet, mert nem ér semmit. Viszont akkor erre tovább tudunk jönni. Itt van egy házikó. Van bent pisztolylőszer, illetve egy hordó, amiben van pénz. Jó. Miért van az a sejtésem, hogy ez rajtaütés lesz? Jó, X, sprint, Leon, ne nézd a követ, jön. Hidd el, jön feléd, és gyorsan, és ha nem sietsz, agyon fog nyomni. Í. A rohadt életbe az X-et meg az A-t akartam nyomni Dodge-nak, és közben meg nem is azt kellett. Na jó, arról jöttünk lefelé, akkor eljövünk, bazd meg. Ez még itt van. Ó, bakker, még ezen a mocsáros részen át kell mennünk. Most kiabáljál, meg mutogass! Rohadt anyádat. Na jól van. Na, belesétálsz, vagy olyan hülye? Van olyan hülye. Idióta barom. Legalább megspóroltad nekem a lőszert, amivel megöltelek volna. Anyád! Így elrúgok a feje felett. A szerencsés. Ott viszont van valami, az nekem kell. Fontos. Gránát. Mi van még itt? Ott egy csávó. Hogyha azt szétrobbantom, az akkor csávót repíti magával. Ott van egy tojás, meg dobott az űrge pénzt. Az a baj, hogy itt nagyon sokan vannak. Rohadt mocsaras, vizes, fos terület. Ezt nem fogom szeretni. Itt van két láda. Ez kell. Jaj, ne ott a kígyó! Későn vettem észre. Jó, ugorjunk le. Itt balra már a vendég már vár. Pedig már annyira készültem, hogy szájba rúgom. Leon az kurva jól tud célozni, így egy darab kábelt el tud lőni. Na jól van. Akkor. Körbeszaladunk.
Ah, szia! Te hogy kerültél ide? Aha. Aha, tanulj meg célozni. Mondom én, aki... nem tud fejes lőni. Na jól van, kell nekem... first aid. Ó, bajban vagyok. Hát ez a soti, ez most életmentő volt. Ez most életmentő volt, de nagyon. Itt van egy gyújtógránát. Elnézünk erre, de ez visszafelé vezet. Ja. Anyádat. Jó. A rohadt... nem tudtam megrúgni a csávót. Na jól van, bekeményítünk akkor. Gyertek. Az meghalt. Ez még nem. És nem is azt rúgom le. Mekkora? Jó, ezt újra töltjük, mert úgyis el fog fogyni. És akkor nagyon nagy bajban leszünk. Elnézek ide le. Mert valami itt erre... aha. Ó, hanyan jöttök? Most már sokkal kevesebben. Anyádat? Na jól van. Melyikőtök van olyan bátor és hülye, hogy fel kell? Mindegyik. Úgy néz ki, hogy elfogytak egyelőre. Na, akkor ezt itt felveszem, ha már dobott pénzt, és akkor elnézünk erre is, ott itt is láttam, hogy van valami, pisztolylőszer. És akkor itt fel lehet jönni, és el lehet jönni erre, amelyre tulajdonképpen tovább kell mennünk. Igen, itt ebbe a házba lakik valaki? Hát, hogyha nem is a házban, de valahonnan jönnek mindjárt. De a házban. Csá, öreg! Mi újság van? Hülye kígyó. Úgy néz ki, hogy elfogytak. Jó. Akkor elvileg jó felé jövök, ugye? Igen, jó. Tehát, hogyha megyek itt tovább át az ajtón, és tovább megyek egyenesen, az zsákutca lesz, de el kell nézni szerintem arra is, de a helyes irány az erre lesz. És akkor, ha minden igaz, akkor itt vagyunk a kis tavacskánál. Várjál? Itt nincsen semmi érdekes, amit felvehetnék. Akkor viszont kapunk egy cinematikot. A rendőrök, akik a játék elején kísértek minket, ide dobták a holttestüket.
Ó, értem. De mi? Ja, tudom miért. Ne kérdezzél Pisti hülyeségeket, mert tudod nagyon jól, hogy itt mi fog következni. Megyünk horgászni. Arra. Úgyhogy mindjárt horgászunk. És ezen a tavon kell átkelnünk. Király lesz. Emlékszem, hogy annól, amikor először kipróbáltam a játékot, akkor még nem volt belőle semmilyen felújított változat. Itt ennél a résznél hagytam abba. Mert egyszerűen itt feladtam. Annyira szar volt az irányítás, hogy egérrel, billentyűzettel ezt a részt nem tudtam megcsinálni. Na jól van, ezt kombináljuk. És akkor még kell hozzá növény. És akkor király lesz. Viszont én nem kockáztatom meg, én elmentem a játékot. Várjál. Aha, és ezt a zöld növényt bele is rakom ebbe. Oké. Az egyik leghasznosabb cuccot kombináltam most össze. Most akkor dobunk egy mentést. Akkor elmentjük a játékot. Igen, és akkor jön a nagy horgászat. Hát ez izgalmas lesz. Aha, jó. Majd így szigonnyal kell majd rohangálnunk. Arra kell átmennünk valahogy. Csak mindjárt kapunk egy bejátszást, amiben jön a halacska. Csak tudnám, hogy a két fertőzöttet, amikor kidobták a rendőrnek a holttestét a tóba, akkor őket miért nem támadta meg ez a nagy dög? Egy a baj, hogy a hajóból kiesett a kis horgonyunk, és az el fogja kapni, pont. Ekkora mákunk nem lehet. Ilyen hal meghajtású kis facsónak. Na jól van, akkor most jön az a rész, amit gyűlölni fogok. Kerülgetni kell ezeket a szarokat. És közben ezt a fost kell szarrá dobálni a szigonyokkal. Aha. Áj, éppen hogy sikerült. Az a baj, hogy ez direkt itt ezeknél a szaroknál fog majd cikázni. Aha, jó mellé dobtak, Pisti, ügyes voltál. Na most merről fog jönni? Aha, balról, vagy mi jobbról. Irányok, Pisti, bazd meg, irányok. Jó, ez megvan. Aha, és vannak ilyenek, amikor így eltűnik a víz alatt, és majd meg kell keresnem, hogy hol van. És pofán kell dobnom egy ilyen szarra. Várjál, itt jön már. Ott jön. Jó! Oké, megvagyunk, ezt túléltük. Most jön a jó rész. Megint jobbról. Nem, a rohadt életbe balról jött. Ezt egyszer tudjuk eljátszani, mert a második alkalomnál már utol fog érni minket. Na várjál, viszont van nekem first aid-em. Ilyet benyomunk. Ráadásul kaptunk a HP-ra pluszt. A rohadt anyádat akkor. Hú! Na, kapd elő a szigonyokat. Egyszer, most eltűnik, megint lemegy a víz alá. Nem tudom, hogy mikor fog feljönni, meg hogy. Már nagyon vérzik, balról. Oké, megfordulunk. Fordulj meg, ez az, jó lesz, szigonyt elő. Az még elkapta. Most viszont honnan fog jönni? Balról. A faszt balról megint eltűnt. Aha, balról jön. Nagyon balról. Ez az! Elsőre sikerült.
Ennél jobban már nem is mehetett volna. Hú, basszus. Ennél jobb már csak akkor lett volna. Hoppá, 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 hoppá. Leon, vágd le a kötelet. Most. Leon, a kötél. Leon, a kötél. A lábadra vigyázz. Kötél. Most. Gyerünk. Vágd már le. Ez az. Oh. Jó, oké, megvan. Az szép lett volna magával ránt a mélybe. Hú, jól van. Szóval azt kezdtem el mondani, hogy ennél szebb már csak akkor lett volna az egész mutatvány, hogyha egyszer sem esünk be a vízbe. Jól van. Nem tudom, hogy mivel letették ezt a halat, de elég nagyra nőtt. Hoppá, hoppá. Apa, hazita. A pahazita, amit a testünkbe injekcióztak, elkezdett egy picit aktívkodni. Ó, értem. Na, vége van a következő fejezetnek, ami azt jelenti, hogy ezt elmentjük, és a következő lehetőségnél dobunk még egy írógépes mentést is. Tehát megnézzük a fejezetnek az elejét, hogy kíváncsi vagyok, hogy mi történik Leonnal. Azt leszámít, hogy amikor összeesett, akkor hasonlóan feküdt, most meg hanyatt. Biztos forgolódott. Ó, bazd meg! Az mind bennünk van. Á, ne, a keze. Meg az egész teste. Ja, ezt csak álmodta. És ugyanúgy hason fekszik, jó? Nem szóltam. Ez egy rossz álom volt csak. Leon, it's been 6 hours since our last transmission. 6 óráig ezért voltunk kiütve. Anyway, I started to feel dizzy and then I guess I must have lost consciousness. Ki voltunk kiütve 6 óráig. Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Say, but I'm all right now. I'm gonna continue my mission. Na jó, vissza a küldetéshez. De előtte, ami olyan, azt felvesszük, el lehet olvasni. Igen, 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 jó. Ezt a lőszert itt felveszem, illetve itt van villanós gránát, ez is kell. Eladni majd jó lesz. Remé... Mi volt ez a robbanós hang? Mint hogyha így ágyúztak volna. Semmi használható nincs itt. És akkor mentsük el a játékot még egyszer. Biztos, ami biztos alapon. Arról nem beszélve, hogy arra gondoltam, hogy ez a rész ez legyen ilyen hosszú, vagy ilyen rövid. Ki maga döntse el. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó. Hogyha igen, akkor csapassatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni sem, mert nem sokára jelentkezem a következő résszel, de addig is. Sziasztok!